Sziasztok, Bence Balázs vagyok, és a mostani rövid, de tanulságos videóba egy sztorit osztok meg veletek arról, hogy egy tőzsdei cég menedzsmentje az hogyan tud kibabrálni a kis befektetőkkel. Valamint megbeszéljük azt is, hogy mi befektetők miért szeretjük azt, hogyha egy ilyen vállalati menedzsment az megbízható, és azt teszi, amit korábban mondott. A vállalat, amiről beszélni fogunk, az természetesen mindenkinek ismert, hiszen az m lesz terítéken, öregebbeknek, mint én a Matáv, és ezen cég osztalékáról fog szólni a diskurzus. Az osztalék az ugye nem más, mint a vállalati profit egy részének kifizetése a tulajdonosoknak, vagyis neked, hogyha van M-Telekom részvényed. Mi ugye a feladata egy vállalat, egy tőzsdei cég menedzsmentjének? Hát az, hogy a tulajdonosoknak vagyis az összes részvényes számára értéket teremtsenek. Ugye, hogyan tud egy tőzsdei cég értéket teremteni? Hát ugyanúgy, ahogy bármelyik más vállalat. Nő a vállalat eredménye, nő az egy részvény utó profit, nő az egy részvény utó kes, és ugye ennek következtében szállja az árfolyam. Igen ám, de nem minden vállalat olyan szerencsés, hogy olyan szektorba tevékenykedik, ahol így folyamatosan gigászi növekedés lehet elérni, hát ugye nem csak az évi 20 kal növekvő Amazondott komok -ok vannak a piacon, hanem vannak olyan vállalatok is, mint például a mi Entelekomunk, amelyek ugye egy adott országra fókuszálnak, ez ugye Magyarországon adott a lakosság, és hát ugye a piacot azt már úgy javarészt letarolták, ők a legjelentősebb szereplők, stabil az ügyfélbázisuk, és folyamatosan dől hozzájuk a cash, annak ellenére, hogy olyan üzletbe tevékenykednek, ahol folyamatosan nagy beruházásokra van szükség, gondolj csak a közelgő 5 de még mindig marad egy csomó pénz a kasszában. Ezek a már érett, kevésbé dinamikus növekedés produkáló vállalatok osztalékot szoktak fizetni a tulajdonosoknak, vagyis a részvényeseknek, hogy boldoggá tegyék őket tudnak még ezen kívül saját részvényeket vásárolni, és mivel egy vállalat nem mehet a saját maga tulajdonosra, így ezek a vállalat által vásárolt saját részvények ezek megszűnnek létezni, és a cég által megtermelt profit az kevesebb részvény között fog szétosztani, tehát hogyha az égvilágon nem változik semmi, akkor is nő az egy utó profit, ami ugye az árfelemelkedéséhez szokott jellemzően vezetni. Ennek a saját részvény vásárlásnak különben igazából Amerikában van nagy hagyománya, igazából amelyik cégot nem vásárolja magát, azt gondolják, hogy a menedzsment azt gondolja, hogy ez a cég ez szar sem ér, ebből kifejezőleg mindenki vásárolja. Azt kell, más kérdés, hogy az esetek döntő többségébe az időzítés az úgy általában nem a legjobb, akkor vásárolnak saját részvényeket jellemző, amikor jó drága a részvény, tehát így kevésbé termelnek értéket a részvények számára, mint mondjuk az osztalék legalábbis szerintem. Ezen kívül a cég még visszafizetheti a hiteleit, ez is ugye elvileg növeli a részvényes értéket, ennek igazából akkor van a jelentősége, hogyha a cég el van adósodva, és egészséges számára, hogyha csökken az adózás mértéke, az adósodottság mértéke, no, az m azt szerintem abszolút nincsen túlságosan eladósodva. Mi van ami mi csodálatos m Ezelőtt egy éve a 2018-as eredmény terhére 25 forint osztalékot határoztak meg, és így egy 27 forintos osztalékot vetítettek előre a 2019-es eredmény terhére. Ez a 27 forint, mint majd mindjárt látod, a cég eredményéhez képest már akkor is igen csekéke volt, de hát legalább ugye emelkedés volt, és azt vetítette előre sokak szemébe, hogy majd 2020-ba, 21-be, 22-be akár tovább emelhetik az osztalékot. Ami ugye mindenképpen pozitívum lett volna. Megjegyzem itt egyből, hogy hivatalos osztalékpolitikája az m már akkor sem volt, sok más hasonló profitú cégnek természetesen van. Ezen az ábrán látható piros vonallal az osztalékot, feketével az egyrészt feljutó profitot, zöldel pedig a szabad pénz, ami a cég rendelkezésére áll. Ugye az m biznisze a sok eszközt igényel, amelyeknek ugye az amortizációja, az a számíteli eredményt leronthatja, tehát itt igazából a szabad pénz a hangsúlyos láthatod, hogy mit a, az a 25 forintos osztalék már akkor sem volt egy nagy dobás a 62 forintos szabad pénzhez képest. Felmerül ugye egyből a kérdés, hogy hát hová megy a maradék pénz? Ugye a Magyar Telekomnak van egy 60%-os tulajdonosa, a Deutsche Telekom, és a cég a múltban elég sok hitelt vett fel a német anyától. Ezen az ábrán láthatod különben, hogy milyen dinamikusan csökkenti az adóságát az m -telekom, vagyis a pénzét nem arra használja a cég, hogy mondjuk osztalékba kifizesse, hanem arra, hogy a német tulajdonosnak fizeti vissza, így ugye ez a pénz a 60%-os tulajdonos fele vándorul, még ugye az osztalékot azt szépen szét kéne osztani az összes részvényes között. Ezen az ábrán láthatott különben, hogy 2006 és 2018 között hogyan hoztott meg az M-Telekom szabad pénze a 60%-os nagy tulajdonos, illetve a 40%-os kisebbségi részvényesek között. Hát a számok azok elég lesújtóak azért, ezek az adatok különben Gyurcsik Attilától, az akkor alapkezelő vezetőitől származnak. Oké, de hagyjuk a múltat, meg a jelent is, beszéljünk a jövőről. Ugye a múlt héten kijött az m a negyedik negyedéves eredménye, ami különben így hozta a várakozásokat. A cég prognózisa szerint, ugye ez a szabad pénz, amiről sokat beszéltünk, az az elkövetkező években 65 forint lesz részvényenként. No! Ehhez képest mennyi osztalékról döntöttek? Hát ugye a korábban emlegetett 27 forintot, azt úgy elfelejtették, és 20 forint lett a részvényenkénti osztalék, valamint 5,2 milliárd forint értékben. Részvény visszavásárlási programot hirdettek, ami úgy nagyságindleg részvényenként 5,2 forintot jelent. Na puff, a kisbefektetők megint megszívták. Amúgy különben azok a vállalatok, akik így becsülik a kisbefektetőket, meg úgy általában a befektetőiket, azok, hogyha olyan dolgokat látnak a jövőre vonatkozóan, ami veszélyezteti az osztalék kifizetését, akkor általában ezt már előre kommunikálják, hogy hé, gyerekek, figyeljetek, azt látjuk, hogy a jövőben mindenféle frekvencia tender lesz, és ez nagyon sokba fog kerülni, és akár sok mindent felülírhat, amúgy különben szerintem ez igazából nem áll fenn az Entelecom esetében ez a csak így mondok valamit, aztán váratlanul más teszek dolog, azért úgy nem szép hozzáállás. Amerikában az ilyen menedzsmentet azt így simán keresztre peszítik például. Na most ne szó szerint értsed. Mi az M-Telekom praktikájának, hozzáállásának, viselkedésének következménye a jövőre vonatkozóan? Hát számomra az M-Telekom menedzsmentje az ezzel hiteltelenné vált. A remény, hogy nem csak a 60%-os nagy tulajdonosoknak az érdekeit nézik, hanem a többi befektetőnek, no, ez szerte foszlott. Így számomra, mint részvény, mint befektetési célpont, az m részvény az többet nem létezik, bottal se fog hozzányúlni. Nekem különben van M-Telekom részvényem már régebről, az egyetlen magyar részvényem per pillanat, de hogy többet nem fogok vásárolni a dolgok jelenállása szerint, abba biztos vagyok. Nem csak a részvények 40%-át birtoklók, alapkezelők, kisbefektetők jártak különben rosszul, hanem a magyar tőzsde is. Ugye egy kisbefektetői szemmel sokak számára ez az Emtelekom részvény most megszűnt létezni. És hát azért náluk nincs olyan nagyon sok részvény az asztalon, kevés közül lehet változni, választani, és most ez számomra egyen lecsökkent. Amennyiben osztalékra hajtók és távközlési cégekbe szeretnék fektetni, ott van például a Deutsche Telekom, ugye ami a magyar befektetőknek is elszívja a pénzét, az Euróba 3,6%-os osztalékhozammal bír, de ott van az AT&T Amerikából 5%-fölötti osztalékhozammal, vagy a Verizon 4%-fölötti osztalékhozammal. Ugye, ami m most forintban 4,5% az osztalékhozama különben. Ugye az Entelekom esetében így mi lehet még izgalmas? Hát még számomra a személy szerint az lenne esetleg, hogyha így kivezetnék a tőzsdéről. Ezzel kapcsolatban egy évekkel ezelőtt mindig merültek fel plegykák, de hát megerősítése soha nem került. Hát amúgy különben így az én szempontomból, így kisbefektetői szempontból, így ilyen állapotában mi a francé van ott, tehát ha kivezetnék, akkor legalább emelkedne az ára. No, minden esetre ennyi fért a mostani videóban. Kicsit szomorú volt a téma, tehát nem beszélhetünk mindig boldog dolgokról. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, amennyiben tetszett, lájk, like, megosztás, feliratkozás, valamint hát írjátok meg a véleményeteket, hogy ti mit szóltatok ehhez, amik történtek, megviselte titeket a dolog, meg hogy mit gondoltok róla. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk a következő videóban.